srácok! Itt Clashy Jamats, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és elérkezett a TV Royale fordítása, amiben a Shocktoberről lesz szó, valamint az Electro Dragonról. Viszont itt mielőtt nagyon beleugranánk a dolgokba, először is el fogom mondani majd, hogy mi volt igazából a videóban, amiben meséltem nektek arról, hogy mit várhatunk erről az új kártyáról. Szóval előtte még két dolog lenne szó, beszélni fogok egyet megint a gimbalról, valamint a Mobile Addictról. Szóval megkértek megint, hogy mondjak egy pár szót ennek a gimbalnak az érdekében, mert az előző videót nem nézték nagyon sokan, mert Q&A-be raktam bele. Lényegtelen, a lényeg az, hogy itt van ez a kis Smooth 4-es Zion gimbal, amit a Gearbesten vásároltam. Ez igazából egy nagyon király gimbal, ezzel fogom elkészíteni a vlogjaimat, ami remélhetőleg egy-másfél héten belül meg fog érkezni az első, ezzel a kis csodával. Most 10 dollárral olcsóban meg tudjátok venni, mint az eredeti ár, október 31-ig. Rakok egy linket a leírásba, arra csekkoljatok rá, valamint egy kódot, amivel ezt olcsóban tudjátok igazából megvásárolni. Szóval, hogyha szeretnek egy ilyen cuccot olcsóban, ami egyébként a létező legjobb gimbal telefonra most, akkor csekkoljátok le a Gearbest linket a leírásban. Amúgy upgrade-eltem a setupomat, rendeltem egy ilyen dupla Lightning adaptert az iPhone XSM-hez, amivel tudom már a mikrofont csatlakoztatni, valamint egy király mikrofon tartót végre, úgyhogy most már teljes a setup, és fel tudok venni majd nagyon jó minőségű Full HD-s vlogokat igazából végre. Ez lett volna az első dolog, én amúgy nagyon szeretem a gimbalt, szóval mindenféleképpen, hogyha terveztek ilyet venni, akkor csekkoljátok le, amúgy nem drága, olcsóbb, mint a konkurencia, és sokkal jobb, szóval csak tudom ajánlani. A másik dolog pedig annyi lenne, hogy van a Mobile Addict nevű csatorna, amiről már beszéltem korábbi videóikban, amit Sütivel csinálok. Lerakom ennek is a csatornának a linkét a leírásban, már 426 feliratkozót sikerült gyűjteni erre a csatornára, valamint itt van a bemutatkozó videó, amit már több mint 1000-en láttatok, szóval csekkoljátok le mindenféleképpen, szerintem tök király lett, ott a gimbal, ott vannak a Clash Royale-os katonák, meg mindenféle dolgok vannak itt, úgyhogy csekkoljátok le, majd lesznek videók igazából hamarosan a csatornán, nem csak az a bemutatkozó videó. Na de, akkor vágjunk is bele a videóba, aminek a fő témája ugye ez a Shocktober lenne, ez a 3 perc 26 másodperces videó, viszont mielőtt beleugranénk, ugye elkészítettem... Ez teljesen véletlen volt. Szóval, ugye elkészítettem nektek az Electro Dragonos videót a csatornámra, amiben beszéltem arról, hogy kikerült, mi lesz a legújabb kártya videóban, vagy a játékban. Ugye Baby Electro Dragonnak hívtam, és valami ilyesmi képet láttunk. Hát ugye nem így néz ki a kártya, mint láthatjátok. Nagyon sok minden kiderült, nem akarok a kártyáról előre beszélni, mert ez majd a videó nézése közben, de csomó mindenben igazam volt. Van egy challenge is, ami pénteken indul, szombaton lesz livestream belőle Twitch-en, szóval gyertek, majd várok mindenkit szeretettel. Amúgy a mai videó így elcsúszik holnapra, szóval azt ne várjátok, mert az holnap fog megjelenni igazából. Szóval a mai videó, ami ma jött volna, egy ledörös videó, az holnapra csúszik, úgyhogy és holnap lesz ugye livestream is belőle. Csomó mindenben igazam volt, igazából majd a videók közben fogom mondani, de nekem nagyon tetszik, már így előrejáróban is, és amúgy tök jókor raktam fel szerintem ezt a videót. Ja igen, másik dolog, hogy ez a videó, nem tudom mikor nézitek, de az ilyen különlegesebb videók, amiben nem csak simán gameplayként játszom, vagy valami, az új bemutató móddal fognak felkerülni a YouTube-ra, mint ez a videó is, amit most néztek. Ez egy olyan, hogy amikor felrakom 14 órakor hétköznaponként, hétvégén 10 órakor a videót, akkor közösen élőben, úgymond egy livestream formájában meg tudjátok nézni ezt a videót, utána meg feltöltésre kerül YouTube-ra. Szóval tudtok csetelni közben, és tudjátok nézni az új videómat igazából, ami szerintem tök király, úgyhogy ezt fogom rendszerességgel csinálni, az ilyen különlegesebb videóknál, sem a gameplay videóknál nem, csak az ilyen videóknál, úgyhogy erről fontos tudnotok. Majd a Facebookon osztom meg linkeket, de igazából ha rámentek ilyenkor a csatornámra, akkor azt ott láthatjátok, hogy bizony ott van az, hogy bemutató, nem az, hogy livestream, de tulajdonképpen élőben tudjátok nézni a videót közösen cseteléssel együtt. Na, ennyi mindenről akartam beszélni, úgyhogy nézzük is a videót, ami nem túl hosszú, mondaná azt, hogy nem túl tartalmas, de azért sok mindent mondanak el benne, úgyhogy csekkoljuk le igazából. Gondolom sokan láthattátok már ezt a videót, de én szeretném ezt magyarra lefordítani és elmondani róla a véleményemet, valamint kicsit magyarázkodni nektek, hogy mi is történik valójában ebben a videóban. Ezért készítem én ezt a videócskát. Még ha valaki a héterek vagy bárki megkérdezni, hogy Zsomac, de mi is meg tudtuk volna nézni ezt a 3 perces videót. Igen, ez így van, és ezért készítem. Na nézzük! Coming this Electro Dragon to Clash Royale, a shocking new card. Igen. Brand new Shocktober emotes. Új emotok, ezek már bekerültek a shopba. Kiraktam úgy Facebookra, hogyha összejön az 500 like, akkor megveszem őket, valamint ha 800 like jön össze, akkor a benne lévő chesteket pedig a hugom fogja kiítni, ez valószínűleg meg lesz a 800 is, szóval erre is majd számíthattak, ugye az Electro Dragon is jön. És skeletonos questek is lesznek az update, illetve hát mini update-ban tulajdonképpen, na de nézzük is csak. Hol van Drew? Itt persze itt kéne lennie. És megjelent a Royal Ghost, csak megjelent, hogy ez a TV Royale, a Supercellnek igazából ez a Clash Royale-os műsora, mert a hírekről beszél, ugye ebbe beszéltek a Royal Giant buffról is tulajdonképpen. Na de, Shocktober update. A sok, hát ugye Shocktober, ezt nem tudom majd lefordítani magyarra, október és a sokkoló egybe rakva ilyen Halloween-i téli témával egybe kötve tulajdonképpen. Itt a Lumberjackünk és Royal Ghostunk amúgy nagyon jó cosplay, szétadom. Royal Drew! Ő Drew a Clash Royale csapatból, ő Seth a Ramham YouTube csatornáról, valamint casterkedni is szokott, és most már a Supercellnél dolgozik. Élet, nem ugyanis adnám nagyon. Igen, a legújabb kártyáról fognak beszélni, az Electro Dragonról. De amúgy tényleg úgy néz ki, mint egy Baby Electro Dragon, csak hát Electro Dragonnak hívják, ilyen kicsit át-clash-jálosítva, olyan, mintha gyermeke lenne, vagy én nem tudom, mondjuk a Baby Dragonnak sincsen szülei, na mindegy, nézzük. Sárkány. It has a new mechanic. That's right, Electro Dragon's doing something we've never seen before. Igen, valami olyat csinál a kártya, amit még soha nem láthattunk. Itt van gameplay, amúgy több youtuber is már Clash-sel foglalkozó youtuber kirakott róla videót, akiknek megvan a developer build, hát mázisok vagytok. Na nézzük, hogy mit csinál az Electro Dragon. In Clash Royale. Chain Lightning atakkal, az, hogy ez azt tudja igazából, ezt most gyorsan elmondom előre, hogy kinéz magának egy targetot, és arra rásokkol. És ha van közelébe valaki, még két katona, akkor az így át tud terjedni rá, akár át tud terjedni, itt a Spark ráter, a Spark, itt van egy Knight ráter, a Knight, és akár a tornyos tudja ilyen messziről lőni, hogy át tudja át tud menni rajta az áram tulajdonképpen, a sokkolás. Ez nagyon érdekes mechanika, ilyen még nem volt a játékban, hasonlóképpen működik Clash of Clansban is, szóval hát számíthatunk erre igazából. Ezt, hogyha egy target van, akkor hát nem fog többet sem menni, de nézzük csak! Látod? De hogyha egy van ott, akkor itt láthatjátok, hogy ugye a Spirit Goblin az túl fent volt, így csak a Sparkyt ütötte, szóval érdekes mechanika, az biztos. Electro Dragon is a 5-cost epic in Electro Valley. Igen, ez egy 5 elixíres epic kártya, amit az Electro Valley-ban lehet megszerezni, hát ez eléggé várható volt, hogy őszinte legyek. Ez a legelektromosabb aréna, és hát persze ez a 11-es aréna amúgy. Igen, az Electro Wizardnak a kis állatkája. Hát igen, ez rossz kérdés volt. Amúgy ilyen egyértelmű. Na! Szóval a kérdés. Mi a különbség az Electro Wizard és az Electro Dragon támadása között? Itt láthatjátok, hogy ha egy target van, akkor ugye egyet tud ütni, de az Electro Wizard közben kettőt tud. Csak hát át tud terjedni igazából, mint láthatjátok, de igazából szerintem nem kell semmit magyaráznom. A srácok magyaráznak közben, valamint szerintem elég egyértelmű is látszódik. Azért ilyen szituban nagyon jó. Viszont most a Sparkyt nem... Láthatjátok, hogy a Sparky mögé ment, és ez a villám, ez hátrafelé nem terjed, hanem csak előre. Ez ugye a Clash of Clans-vel elég egyértelmű, mert hát mögötte nem lesznek épületek, de a Clash-elben ugye lehetnek katonák mögötte, ugye az Inferno Dragon... szóval az Inferno Tower targetelébe, és a Sparky nem fog átterjedni hátrafelé. De ez szerintem tök logikus. És most már megfordult, igen. Rip Sparky. Hát tankként nem a legjobb. Igen, kevesebb élete van, mint a másik két sárkánynak. A Lightning megöli, viszont a Fireball Zap nem. A Fireball Zap nem öli meg, ami király. You can just lightning him off the board, especially if he's standing near a tower. But he is deadly, hiding behind giants. Ice golems, miners. Egy gyilkos, egy giant, egy miner vagy egy ice golem mögött például. Anything that can distract the tower, he'll cause a lot of turmoil. Tehát, hogy bármi, ami el tudja foglalni tulajdonképpen a tornyot, amögött Nagyon jó működik, én nagyon kíváncsi vagyok már erre a kártyára, amúgy nagyon-nagyon tetszik. What decks should be afraid of Electro Dragon? Well, any deck that likes to hide something. Igen, melyik deckeknek kell félnie az Electro Dragontól. És itt azt mondja a srác, hogy azoknak, amik valamilyen kártyát tartogatnak egy tank mögött. Például itt az árcsereket, mint láthatjátok. Megöli az árcsereket oda hátulról. Durva! Tehát, hogy ezt nézd! Nagyon komoly. So are there any cards that are really good counters for Electro Dragon? Nagyon jó counterök vannak. Nem sem ez olyan sokat, ha egy katona van. Ice Golem meg el lehet foglalni. Olyan vicces, már kicsit nyitja csak ki a száját. És hát ugye három katonánál többet nem tud egyszerre targetolni. Szóval a minion orb is elég jó, vagy sok kicsi. Na. Also coming this Shocktober is a brand new Shocktober emote pack. Electro Wizard emote pack. Ezt meg fogom vásárolni, ha minden igaz, és videót is fogok készíteni belőle, de erről már beszéltem, úgyhogy menjünk tovább. Both spoopy and shocking. Also coming for the first time, limited time quest. Limitált idei questek. Ez nem igaz, már volt ilyen, de ezek elég királyak. Na, szóval a questek az, hogy öljünk meg skeletonokat, és hogy damage-eljünk skeletonokkal, azt hiszem 5000 skeletont kell megölni összesen, és 1 milliót sebezni skeletonokkal, ha jól tudom, igen. Pontosan, és 50 gem és 5000 goldjár és quest pontokért, szóval annyira nem rossz. Meg hát jön a Halloween, természetesen a csontvászakkal csináltak valamit, erről szerintem fogok egy szintén egy külön videót csinálni, direkt olyan deckeket fogok összerakni, ahol ezt a challenge-et fogom csinálni igazából. Szóval fun lesz, nézzük. So this Halloween is Shocktober in Clash Royale. And the Electro Dragon. I've been Royal Drew. And I've been Lumber Seth. We'll see you in the next TV Royale. Ennyi volt. Seth eltűnt. És most figyeljetek, én már ezt a videót láttam, tehát hogy azért is tudtam így ilyen magabiztosan beszélni. Szóval figyeljetek meg, hogy itt van ez a kis lötyi cucc a TV Royale-ban. Ez egy spell. A Clash of Clans-szal, aki játszik, azt tudhatja, hogy milyen színű ez a spell, mert hogy azt tudhatja, hogy ez micsoda, ez egy Haste spell, ami Clash of Clans-ban benne van, és ez végig ott volt, és most a srác meg fogja inni konkrétan. Tehát, hogy megisz a Haste, és igen, tehát itt ez az effekt, ez, meg a hang is. Ez amikor nem most, hanem a... Ez szerintem egy sneak peek arról, hogy a következő kártya, a következő update-ban a Haste spell fog bekerülni a játékba, ami elég érdekes, mert hát, hogy az csak gyorsít a kártyákon, és van a Raid spell, ami 2 elixír, szóval 1 elixíres Haste spell confirmed, vagy micsoda, vagy teljesen átdolgozzák a kártyát, nem tudom, azért annyira nem kreatívak, meg hát nyilván, hogyha valamit áthoznak a másik játékban, azért nem dolgoznak olyan nagyon sokat, lásd Electro Dragon, lásd, nem tudom, Archer, stb. Úgyhogy barbárok, értitek? Úgyhogy szerintem ez érdekes, ezzel még lehet, hogy később fogunk foglalkozni, és nem tudom, hogy én vagyok az első, aki ezt észrevettem, mert amikor néztem a videót, egyből leesett nekem, hogy az egy haste spell, viszont ez a videó ennyi lett volna igazából. Remélem nektek, hogy tetszett, és tudtam nektek segíteni. Ha tetszett a videó, szeretnétek még hasonló jellegű videókat a csatornán, akkor csapassatok egy lájkot, ha szerinted király ez a bemutató mód, akkor szintén csapass egy lájkot, és írd le a véleményedet róla a kommentben, valamint iratkozz fel a csatornára, valamint a Mobile Addictra is dobj egy feliratkozást, minden link ott van a leírásban, ha meg szeretnéd vásárolni a gimbalt olcsóban, azt is meg tudod tenni a leírásban lévő link használatával, úgyhogy találkozunk holnap abban a videóban, ami elvileg ma jött volna ki. Én Zsomac voltam, valamint holnap várok még mindenkit szeretettel a streamben, addig is. Sziasztok!